Nyugodt szívvel tudom mondani, hogy a japán szinkron színészek baromira értik a dolgukat. Pontosan ezért vitatott a mai napig az, hogy amikor egy adott ország le akar szinkronizálni egy animét, akkor vissza tudja adni ugyanazt az élményt, amivel a japán szolgált. Nos, Magyarországon nem csak én formáltam videóvá véleményemet, hanem Raffanír is. Habár szerintem az a videó nem igazán válaszolja meg azt a kérdést, hogy a magyar szinkron mennyire jó, hanem inkább azt, hogy mennyire rossz. Beszélt arról, hogy a magyarok nem tudják olyan szinten beleélni magukat a szerepbe, mint a japánok, és nem is olyan képzettek, amiben igaza van. Ha a japánok egy 100 pontot érnek, akkor a magyarok 80-at, és az összes többi ország nagy része 70 és 40 pont között van. Sasuke a német szinkronban így hangzik, amikor megfenyegeti Narutót, hogy megöli. Du führst dich auf, als wenn du immer noch mein Sensei wärst. Ich würde dich jetzt am liebsten für immer zum Schweigen bringen. Szerintem meg vagyunk áldva azzal, hogy a magyar szinkron ilyen jó. És valamiért Raffanír szerint egy egetrengető probléma az, hogy a Slayers-be a főszereplő rímekbe beszél. Nem mintha a magyarok már valami hasonlót nem csináltak volna. Hogy tehettek ilyet? Rímekbe beszélni egy olyan helyen, ahol az eredeti szinkronban normálisan beszéltek? Mégis milyen magyar szövegíró az, aki ilyes módon fölöslegesen megnehezítené a dolgát? Előrevetítés szagot érzek! Én ezt azzal magyarázom, hogy halála előtt Romhányi Józsefből Isekai főszereplő lett, és anime lányként reinkarnálódott. Pont mint Tánya! A magyar szinkronosok megmerték azt lépni, hogy rímeket tettek a sorozatba. Magyarán a főhősnő rímekben beszélt. Ez kb. Olyan, mintha valaki felpaprikázta volna magát azon, hogy a Frédi és Béniben rímekbe beszéltek. Hé, tudtátok, hogy a Frédi és Béni egykor cigarettát is reklámozott? Hé, Frédi, mi az, Béni? El akarsz-e egy szál cigit szívni? Persze, Béni, mit nem lehet azon bírni? Szerintem például a Cowboy Bebop, a Soul Eater és a Full Metal Alchemist Brotherhood szinkronja olyan jól sikerült, hogy nem is bírnám japánul megnézni. Főleg a Full Metal Alchemist Brotherhoodot. Mindenki olyan fiatalnak és nyafogósnak hangzik. Ha van egy dolog, amit imádok a magyar szinkronba, az a szereposztás. Szerintem ebben baromi jók a magyarok. Kivéve a Bleachbe, ott nem tudom mi történt. Ki gondolta, hogy Ichigónak és Chadnek jók ezek a hangok? Sado, Yasutora. Még csak 15 éves vagyok. Úristen! Franz se hitte volna, hogy egy nap alatt begyógyulnak a sebeim. Mondjuk Rukiának tetszett a hangja. Mindig színjeles volt a mágiából. Azt a sebet begyógyítani igazán semmiség. Szóval, ha ugyanúgy szeretem a magyar anime szinkront, mint a japánt, akkor van-e olyan anime szinkron, amit annyira nem kedvelek? Nos, van! Az angol anime szinkron. Nos, igaz, hogy ugyanúgy, mint a magyar szinkronnál, mélyebb a karakterek hangja, de mintha minden egyes férfi szinkronszínésznek azt mondta volna a rendező, hogy add elő ezt úgy, mint egy kemény legény. Oké, nézzük a One Piece-t. Zoro japán hangja. Ora, nonnani, hito-hitori mo migoroshi ni dekinei youna komono tte happa kakechimatta kara na. Zoro angol hangja. Listen, kid, I'm not hungry. Now stop irritating me and get out of here. Sanji japán hangja. Ushé! Nami-san ródo ni omei tachi ga shasha ni deru n janai! Sanji angol hangja. You shoot off at the mouth and expect that I'm just going to take it, old man? Mint hogyha az eredetiséget kiszívták volna belőlük. Mondjuk Luffy és a többiek hangja jól van előadva, de nem érzem belőlük azt az egyéniséget. De természetesen ízlések és pofonok, lehet, hogy valaki így szereti nézni az animéket, sokan meg nem szeretik a magyar szinkront, tök mindegy. De mi van akkor, ha egy tárgyilagosan is rossz angol szinkron üti fel a fejét? You mop heads, don't wash dishes in the mop bucket. Valami, ami a tengeren túl nagyon notórikus. I'm gonna take the little princess back to the castle and give her sugar and spice and everything nice. Valami, ami csak úgy emlegetnek, hogy az angol anime szinkronok szégyen foltja. Természetesen a 4 Kids One Piece szinkronjáról beszélek. And you, all bark, no bite. Woof, woof, woof. Oh my,
superb grape juice. Bye, Pincers! Thanks for the awesome ride! Remind me to send him my dry cleaning bill. Oh, ne! Aminek most szemtanúi lehettetek, az az a dolog, ami akkor történik, ha egy cég gyerekbaráttá akarja tenni a One Piece-t. Én most jelenleg a One Piece 90. részénél tartok, úgyhogy jól össze tudom hasonlítani a kettő szinkront. Egyszer volt, hol nem volt, régen volt egy olyan cég, amit csak úgy hívtak, hogy 4Kids. A 4Kids a Fox Network-kel kézen fogva gyerekbarát meséket, G.I. Joe, Tini Ninja Teknőcök és animéket, Yu-Gi-Oh! Pokémon vetítettek. Pontosabban a fő közönségük a 8-tól 12 éves gyerekek voltak. De volt egy kis probléma. Azért nem mindent kéne látni olyan 8 évesnek, ami az animékben van. A pervers dolgokra gondolsz? Nem! A kibaszott betűkre! Mi a fene ez? Nos, amit itt láthattatok, az az a dolog, amiért a 4Kids a nevetség tárgyává lett az anime rajongók szemébe. A hót, fölösleges cenzúrák. A szövegek még akkor is ki voltak cenzúrálva, ha angolul voltak. A betűktől a japán kultúráig, a fegyverektől az alkoholig semmi nem maradhatott. Persze voltak olyan dolgok, amiket szerintem joggal cenzúráztak ki, mint például a vér, vagy minden, ami a szexhez kötődik. Nos, a 4Kids által vetített animék nagy részébe ezek nem fordulnak elő, kivéve a Yu-Gi-Oh!-ban, és annak ez lett a végeredménye. Kaiba Seto! Vare-vare to isso ni kite morau! Let's go, Kaiba! On your feet! Mr. Pegasus would like to have a few words with you. Ja, meg valamiért az onigiriket nem fordították le rizsgolyónak, szóval ezt követték el. These donuts are great! Jelly-filled are my favorite! Nothing beats a jelly-filled donut! De aztán ott van a One Piece. A One Piece nem egy felnőtt anime, de azért nem kéne 8 éveseknek mutogatni. Most feltehetitek a kérdést, de akkor mi a fenéért vették meg a jogokat a One Piece-hez, ha tudják, hogy nem gyerekbarát? Nos, a One Piece-t egy másik animével egy csomagba vették meg, és csak azt nézték, hogy Japánba szeretik. Anélkül megvették, hogy egyáltalán belenéztek volna, és amikor meglátták, hogy hoppáré, ez elég durva, akkor nem küldették vissza Japánba, mert az megsértette volna a csomag használati jogát. Oké, hogy megy általában valaminek a leszinkronizálása? Egy adott stúdió megveszi a jogokat egy adott animéhez, felvesznek egy fordítót, hogy fordítsa le, felvesznek szinkronszínészeket és egy vágót, aki összevágja és kész. Na de ez hogy néz ki a 4Kids-nél? Felvesznek egy fordítót és megmondják neki, hogy mit hagyhat bent és mit változtasson meg, ja és töltse fel szar poénokkal. Azután felvesznek középszerű szinkronszínészeket és egy vágót. Ja, meg a vágó mellé vagy 20 animátort, akiknek ilyen dolgokra kell pocsékulni a tehetségüket. Nem elég, hogy pár puskát ledegradáltak vízipisztolyá, de fontos dolgokat is teljesen kiváltak az animéből. Nagyon sok mindent. Hogy megmutassam, milyen szinten túlzásba esnek a dolgok kivágásával, bemutatom ezt a jelenetet. Oké, szóval itt van ez a jelenet, ahol Smoker nadrágjára ez a kislány ráejtette a fagyiát, és Smoker ad neki pénzt, hogy vegyen újat. Captain Chaser! Ugye igen, a dohányzás szintén nem megengedett, szóval Smoker át lett nevezve Chaserre, és elkobozták a szivarjait. Üdv a klubban! És most már csak úgy füstölög a szája. Na szóval, ez a jelenet a One Piece-ben a 48. részben történik meg, de a 4Kids One Piece-be, hívjuk csak 4Piece-nek, a 40. részben történik meg. Valahogy már is kivágtak 176 percet, azaz majdnem 3 órányi anyagot. Legalább a One Piece korai epizódjaiban nem volt annyi fanservice, úgyhogy nem kellett semmi ilyesmit kicenzúrázni. Örüljenek, hogy még az őt befejezték a szinkronizálás, hogy bemutatták volna Boa Hancockot. Nami Melkassal sorozat elején még valamennyire realisztikus volt, de az időugrás után pedig kelleni fog egy megkisebbítő műtét, vagy 30 éves koromra úgy fog kinézni a gerincem, mint egy gyímes kút. Térjünk vissza ehhez a képhez. Ilyen közel voltam ahhoz, hogy azt mondjam, hogy ez egy moody blues, csak aztán rájöttem, hogy ez rohadtul nem egy blues. Na, de milyenek a szinkron hangok? Zoro, elnézést, Zolo, Buggy, Chopper hangja baromi jó, igazából mindenki más vagy vagy gagyi, de aztán ott van Usopp és Sanji. Kezdjük Usoppal. Usoppnak igaz, hogy egy kicsit viccesebb hangja volt a japán szinkronba, de szerintem itt egy kicsit túlzásba estek. They attack pirates!
pirates left and right and swat them down like flies. Then bamboozle the government into thinking they're the good guys. És Sanji. Wow, this crab really came out of his shell. Szegény, szerencsétlen Sanji. We don't play with our food, you bums. Mit tettek veled? One of my rules is the guests don't work. Mi van, Sanji? Miért ilyen a hangod? Leköszörülte a hangszálaidat a sok nyalóka? Ja, és Robinnak texasi akcentust adtak, mert ha sötét a bőre és cowboy kalap van rajta, akkor automatikusan egy cowgirl. Oh yes, our Mr. 8, bye-bye. Emlékeztek Alvidára? A dagadt kalóznőre, akit vásárolt Luffy? Ő megette a Subenomit, amitől gyönyörű lett. De valamiért a Four Piece-ben ugyanazon a hangon beszél sovány Alvida, mint kövér Alvida. I've been looking for you, Luffy. It's been a long time. Ez a beszélgetés tökéletes példája annak, hogy a Four Kids milyen agyhalott módon változtatja meg az eredeti forgatókönyvet. Szóval, a One Piece-ben Alvida sokszor felteszi azt a kérdést, hogy ki a legszebb nő a tengeren, és eddig mivel így nézett ki, mindenki hazudott, de most már így néz ki. Szóval itt Alvida ugyanúgy megkérdezi, hogy ki a legszebb nő a vidéken, és mindenki azt mondja, hogy ő az. De valamiért ez túl sok lett volna az amerikai kisgyerekeknek, úgyhogy ez a mondat a Four Piece-ben így hangzik. Boy, Luffy, you sure know how to make a girl feel bad. You might make me cry. Need a tissue? Emlékeztek arra, hogy az onigirik tabuk voltak a Four Kids számára? Jelly-filled donut. Bele van írva a Four Kids 10 parancsolatába. Ne őj, ne paráználkodj és nem utazz az onigiriket. Még annál a kislánynál lévőeket is átszerkezheték sütikké. De most parancsolatukat meg szegvén ezeket nem változtatták meg, mert gondolom ezt a quality point nem hagyhatták ki. Captain Usopp Ricefall at your command. State your name. They call me Vanilla Rice. Érthető módon a Four Kids felállított egy karakter sem hallhat meg a képernyő szabályt. De ezzel egy kis problémába ütköztek, akit úgy hívtak, hogy Belmer. Belmer halála Nami életében egy nagyon meghatározó dolog volt, szóval nem tudták csak úgy kivágni. Van ez a csávó, akit Arlongnak hívtak, és úgy vélekezett, hogy ha a falu népe élni akar, akkor meg kell venni az életüket. Felnőtteknek 100 000, gyerekeknek 50 000 berry havonta. Belmernek nem volt csak 100 000 berrie, úgyhogy a lányait mentette meg belőle, azután, mivel saját magát nem tudta kifizetni, Arlong mellbelőtte. Hogy oldotta ezt meg a Four Kids? Úgy, hogy valami akkora baromságot gyártottak, amit nem lehet póker arccal végignézni. For the rest of your day. Ez most komoly? De ezzel van egy óriási probléma. Belmer nem halt meg, ezért a nézők azt várnák, hogy majd kiszabadítják őt. De mivel az eredeti verzióban már meghalt, ezért az nem fog megtörténni. Még az Arlong Park történetszában lehetett látni két eléggé durva jelenetet. Az első, amikor Nami leszúrja Usoppot, hogy bebizonyítsa a hűségét Arlongnak, de valójában a saját kezét szúrta át, és nem hosszú orrú barátunkat. A másik, amikor Nami kifakadt, hogy Arlong átverte, és elkezdte szurkálni a vállán lévő tetoválást. Nos, értető módon egyik sem gyerekbarát, úgyhogy a tetkó szúrogatást unalmas módon csak úgy kivágták, de az Usopposat. Az már érdekesebb. Time for... Smoke Star! Usopp, give me more smoke cover and let me have your rubber knife! Now! Okay, Nami, just please don't hurt me! This'll save my plan. Knife's in this pouch! Got the knife! Now follow my lead! Remember, it's your rubber knife! Better be! Szerintem bárki, aki azt hitte, hogy a Four Kids szinkron mentető, az most elveszítette benne minden hitét. Valamiért a Four Kidsnek nem volt jó az eredeti soundtrack, úgyhogy saját zenét készítettek. Ezek igazából nem annyira rosszak, csak gondoltam érdemes említeni. De nem mindig használnak jó zenét a jelenetekhez. Chill out. It's your kitchen. Nem hiszem, hogy ezt a zenét akarom hallani, mikor Ace így néz Sanjira. Ó, elnézés, azt mondtam, hogy Ace, azt akartam mondani, hogy Trace, mert Ace neve offenzív volt valamiért, és mivel nem az eredeti soundtracket használják, ezért nem azt szeretett VR az opening, hanem...
az egyik legjobban megkomponált rap, ami valaha is létezett. The story goes, we find out about a treasure in the grand line, there's no doubt. The pirate whose eye is on it, he'll sing, I'll be king of the pirates, I'm gonna be king. Igaz, hogy agyament szövegek vannak benne, hogy... Ne mondják már nekem, hogy ez egy felnőtt amerikai ember írta. Oké, nézzük meg, hogy a VR-ban milyen szövegek vannak. Jó, jelenleg lusta vagyok lefordítani. Magyar verzió nincs véletlenül? Egyszer volt egy ember. Szakálla volt kender. Nagy kalóz volt begyárja. Hosszú volt a batyája. Egyszer aztán elkapták. Sokan jól megpofozták. Gold Roger volt a neve. Kalózoknak a feje. Szótlan vagyok. Ez a legijesztőbb narrátor hang, amit valaha is hallottam. Kevés ember van, aki utálja a One Piece rapnek elnevezett számot, és sokan egyetértenek, hogy csak ezért is megérte a Four Piece-t megnézni. A Four Kids az Arabasta történetszám végéig dolgozza fel az eseményeket, és összesen 104 Four Piece epizód készült. Annak ellenére, hogy ennyi dolgot kicenzúráztak, a 11-14 éves gyerekeknek nagyon tetszett a One Piece, de ugye minden jónak egyszer vége szakad, és 2007-ben a Four Kids becsődölt, így a Funimation meg tudta venni a One Piece licenszét és csinált egy normális angol szinkront. And what would a captain be without his lucky hat? So why don't you try stretching your noggin round this one? Who gave Luffy his lucky straw hat? Was it Usopp, Shanks, or Sonic?